Földvári Gábor, az MTA Ökológiai Kutató Központjának főmunkatársa, vendégünk. Jó reggelt kívánok! Azzal kapcsolatban kérdezzük Önt, hogy a Margit szigeten találtak egy kullancsot, és akkor innentől fogva meg annyi kérdés van, azt mondja, hogy a krími kongói vérzéses láz terjesztője, de hát a krím az nagyon arra, Kongó, nagyon arra. Ez most hogy jött akkor össze? Így van, nagyon jogos a megfigyelés. Arról hát köszönöm szó, szépen. Hogy ennyit, jó vagy földrajzban. Ennyit még tudtam én is így. Arról van szó, hogy ezt a vírust felfedezték mind a két földrajzi régióban, tehát mind Kongó területén, mind pedig a Krím-félszigeten. Hívták ideig kongói vérzéses láznak, hívták krími vérzéses láznak. Amikor kiderült, főleg molekuláris biológiai eszközökkel kiderítették, hogy ez ugyanaz a vírus, akkor született ez a furcsa, de helyén való név, hogy krími kongói vérzéses láz vírus. Rendben van, és hogy került a Margit-szigetre? Reméljük, hogy semmilyen körülmények között nem kerül majd be a név, a Margit sziget neve a Krím és Kongó közé. Ez már csak nevezéktani okok miatt sem történhet meg, mert mindig az első megfigyelések azok, amelyek a nevet adják. Mondjuk ez még nem volt megnyugtató. Ez nem volt megnyugtató valóban. Ami megnyugtató inkább az, hogy ez egy véletlenszerű megjelenés vagy felbukkanás tulajdonképpen. Arról van szó, hogy a kullancsok a saját lábukon viszonylag kis távolságokat tudnak csak megtenni, viszont a gazdáik révén nagyobbakat. Így például a madarak, a vándormadarak segítségével akár kontinensről kontinensre is képesek eljutni. Valószínűleg ez történhetett itt is, vándormadarak segítségével Afrikából ugye évente több milliárd madár vonul. Ezeknek egy jelentős része, akár csak néhány százalék is, de az nagyon jelentős lesz, hogyha kiszámoljuk, kullancsokat is hordoz magán, és ezek, hogyha elérték a megfelelő vérszívottsági állapotot, akkor lepottyannak ezekről a madarakról. És így akár a főváros területén is megjelenhetnek ilyen viszonylag egzotikus, nem odavaló kullancsok. Azt mondja, hogy itt most hála a jó égnek nem általános jelenségről, hanem egyedi esetről van szó. Hogy derült ez ki egyáltalán? Hát egy ilyen véletlenre úgy lehet bukkanni, hogyha az ember sok-sok mintát vizsgál. A mi esetünkben a Margit szigeten a sünöket vizsgáltuk, azoknak a járványtani szerepét. Én, mint kullancsokkal foglalkozó biológus, arra voltam kíváncsi, hogy egy városi parkban meg gazdák azok, amelyek fenntartják a kullancs populációt, és úgy tűnik, hogy a sünök játszanak központi szerepet. Mint egy 10 000 kullancsot távolítottunk el, több mint 100 megvizsgált süniről 3 éves projektünk alatt, és ebből a 10 000-ből egyetlen egy példány volt ez a különleges kullancs. Egyetlen egy, de az egyetlen egy példányból segítsen nekem egy picit megérteni, hogyan lehet például populáció. A kullancsok esetében ez ismerni kell egy picit az életciklusukat. A kullancsoknak 3 fejlődési alakja van. Amikor a petéből kikel, az egy lárva, aztán vért szív a lárva, lepottyan a földre, lesz belőle egy nimfa, a nimfa is vért szív, és a nimfa aztán utána megint lepottyan a földre, és keres egy harmadik gazdát, ez a felnőtt kullancs. A felnőtt kullancsok képesek szaporodni, tehát a hím megtermékenyíti a gazdán a nőstényt, lepottyan a vért szívott nőstény, és ez fog petét rakni. Tehát, hogyha ez a ciklus végbe tud menni, azaz ezt a nimfát nem én találom meg, vagy nem mi találjuk meg, hanem később esetleg mondjuk egy sünön még felnőtt kullancsá fejlődik, és lenne egy hím is mellette, amely megtermékenyíti, akkor több 1000 petét lerakva egy új populáció, új stabil populáció is kialakulhat. Ennek egy nagyon fontos tényező egyébként a hőmérséklet, illetve a páratartalom. Utóbbi az adott a Margit szigeten, a hőmérséklet viszont az általában nem adott egy ilyen trópusi kullancsfaj megtelepedéséhez. Itt jön be a klímaváltozás, hiszen az enyhülő telekkel viszont sajnos egyre inkább jellemző az, hogy ezek a trópusi fajok is túlélik a telet, és például Németországban, de akár több szomszédos országban is megfigyelték már ennek a hialóma kullancsnak az áttelelését, és ilyenkor a felnőtt példányok is megjelenhetnek, ami azt jelenti, hogy már stabil populáció is kialakulhat. Ugye Ön is mondja, hogy a körülmények egyre kedvezőbbek sajnos a kullancsok számára, és hát szoktuk mondani, hogy ahol egy van, ott több is van. Kell-e tartanunk attól, hogy most egyedi eset, de aztán egész egyszerűen már nem egyedi eset lesz, egyre inkább jellemző lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos felkiáltójel, tehát érdemes figyelnünk erre, főleg nyilván a szakembereknek érdemes tisztában lenni azzal, hogy ez egy reális veszély. Jelenleg semmiféleképpen nincsen járványügyi helyzet ebből a szempontból, viszont mivel ez megtörtént, megtörténhet máskor is, és sajnos a legtöbb tényező az afelé mutat, hogy van esélye annak, hogy ez máskor is előfordulhat. Bocsánat, csak egy gyors kérdés, lehet, hogy nincsen igazam, személyes tapasztalat, nem támasztotta le semmi. Mármint tudományos adatot nem olvastam róla. De mondja, hogy a sün az rendkívül jó hordozója a kullancsoknak. Azt csak én érzem, hogy a városban egyre inkább megjelennek a sünök. Még 20 évvel ezelőtt csak erdőkben találkoztunk vele, egyre inkább jönnek a városba, és ez is lehet egy kockázati tényező, ha így van.
Így van, egyrészt ez valószínűleg igaz, sajnos pontos ilyen monitoring adataink nincsenek, tehát nincsenek éves összehasonlításaink a sümpopuláció növekedésére. Amit mi tapasztaltunk a Margit-szigeten az az, hogy sokszorosa a természetes egyensúlyiségnek. Nyilván ez egy speciális helyzet, mert hogy sziget nem tudják elhagyni, illetve hogyha megpróbálják elhagyni, az autóforgalom az egyetlen fő ellensége a sünnek, akkor az megöli őket. Viszont nagyon sok a táplálék, az emberi szemét, illetve nagyon sokféle élőlény, amely ott rendelkezésre áll. Természetes ellenség hiány, tehát a sünök nagy populációban vannak, főleg városi parkokban. A természetes populáció ehhez képest töredéke. És emiatt valóban egyfajta rizikó tényező is, ami ugye egy érdekes kettős szituáció, hiszen egy védett állatról beszélünk, de közben mégis jelenthet egy ilyen járványügyi forrást. A lényeg az, hogy figyelemmel legyünk erre, és tudjuk azt, hogy vannak ilyen veszélyek, és ahogy ezzel tisztában vagyunk, akkor már is csökkentettük a fertőzési esélyt. Látott szájjal hallgatom önt, mert valóban nagyon-nagyon jól magyarázza mindazt el, amiről kevesebbet tudunk, de hogyha csak az elmúlt hetek beszélgetéseit figyelem, akkor, amikor az ön kollégája volt itt a szúnyogokkal kapcsolatban, ugye... És ha fecskét fogsz most mondani... Nem fogok fecskét mondani, itt van az... Itt hetek óta az a mániája, hogy hova tűntek a fecskék. 2 millió fecske hiányzik, amelyik 2 millió kiló rovart nem eszik meg, köztük például szúnyogokat. De a viccet félretéve, különösen, hogy itt szúnyogológus kolléganőm is mellettem ül, hogy említette az ön kollégája azt, hogy olyan szúnyogfajták jelentek meg, ha jól emlékszem, tigris szúnyog vagy zebra szúnyog, ahogy hívják őket, amelyek korábban nem voltak jellemzők, nagyjából hasonló módon, nevezetesen, hogy valamilyen módon ide kerültek és megtelepednek. Most ugye a kullancsról beszélünk, van-e még olyan faj, amelyre kifejezetten akár az időjárás változás, akár a globális felmelegedés miatt kifejezetten oda kell figyelni? Egész biztos, hogy van. A probléma az, hogy viszonylag kevés szakértője van ezeknek a csoportoknak, főleg Magyarországon, de nemzetközileg is nagy hiány. Meg kell önt becsülnünk, ezt már a legelején éreztem. Van, nagyon sok vérszívó létezik még szúnyogokon és kullancsokon kívül. A két szárnyal, tehát ahol a legyek is tartoznak, például vannak lepkeszúnyogok, törpeszúnyogok, különböző egyéb családok, ezek nagy-nagy fajszámú családok. Megmosolyogásra érdemesek néha, de nagyon fontos vektorai különböző, tehát terjesztői különböző kórokozóknak, és ezeknek sajnos az a nagy veszély, hogy még a jelenlétükről sem tudunk, ha nem veszük észre azt, amikor behurcolják. Miért jönnek? Globális felmelegedés van? Tehát nálunk is megtalálják már azt a klímát, páratartalmat, hőmérsékletet, amit egyébként az otthonukban? Sok-sok tényező járul ehhez hozzá. Az egyik az a globális felmelegedés, a másik maga a globalizáció, tehát az utazások számának a növekedése, a repülőforgalom, autóforgalom, nemzetközi szállítmányozások, ezek mind alkalmasak sokféle parazita vagy kórokozó terjesztésére, és maga az életmódunk is sokat változott. Az urbanizáció, tehát az, hogy a föld lakosságának most már több mint fele az nagyvárosokban lakik. Ez azt is jelenti, hogy általában, amikor kimegyünk a zöldbe, a szabadba, sokkal kevésbé vagyunk felkészülve és hozzászokva a veszélyekhez. És például egy ilyen városi zöld folt, az tulajdonképpen nem csak egy pihenésre alkalmas hely, hanem egy ilyen betegség vagy járványtani gócpontként is kezelhető. De azt mondja, hogy kevésbé írjuk, vagy fújjuk be magunkat kullancs, ott riasztószerekkel, pedig hát azért ezt már tudjuk, hogy ezek kellenek. Ezt ugye nem mondtam, de valóban ennek van jelentősége, tehát ez egy védelmet nyújt, de konkrétan a kullancsokkal szemben, még ha be is fújjuk magunkat különböző ilyen repellány szerekkel, az egyetlen és fő védekezési mód, vagy megelőzési mód, hogyha átnézzük magunkat, illetve a családtagjainkat, és alaposan megkeressük, megvizsgáljuk, hogy van-e kullancs rajtunk. Egyrészt nagyon köszönjük, hogy itt volt, másrészt hagy mondjak meg még egy megfigyelésemet. Ön azt mondta, hogy a Margit-szigetről például nem nagyon tudnak kijutni a sündisznók. Nem igaz, mert például péntek hajnalban az ATV előtt nagyon aranyosan mászkált egy sündisznó, bár akkor még nem tudtam, hogy tartanom kell attól, hogy kullancsot is hordoz magában. Illetve nem volt nála útlevél, tehát nem tudott, hogy a Margit-szigetről jött. Valószínűleg nem onnan jött. A saját megfigyelésem pedig az, hogy az MTA Ökológiai Kutatóközpontjából nagyon jól beszélő szakembereket küldenek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.